Van, igen, több is van. Tényleg? Uh-huh. Soha nem akartál tőlük semmit? Igen, de szerintem sok kapcsolat indul úgy, hogy barátságból szerelem lesz. Például Bozont és Adri is úgy hallottam, hogy most randíznak. Bozont egyébként jön is hozzánk, ugye ő volt a múlt heti kieső sajnos a Megasztárban, de hát Balázs is jön amúgy, ilyen szerver. Hát figyelj, tőlük is. Mi az, ami minket a legjobban érdekel? Nem az, hogy miért tilos, hanem az, hogy hogyan válunk jó szeretővé. Tehát az, hogy mire vágyik a másik nem. Ez egy nagyon nagy lépés előny tud lenni. Az ablakpárkányon elmegyünk ugye az állatkertbe, ott a macik, tehát természet most tavaszodik, tehát hogy ezekre választ kell tudni a élmény. Addig a mai fiataloknak azért ebben mondjuk a pornófilmeknek is jelentős szerepe van. Tehát igen, tehát hogy megfordult. A pornófilmek az egy külön kategória igazából. Nem Fugees, de a másik kedvencem az XX. Ugye XX, és ebből külön vált az egyik DJ srác, a Jamie XX. Ugye a Drake-nek meg a Rihanna-nak van az a vadon, aki imádni van a számát Take Care. És neki ő csinálta az alapját a Jamie, illetve ugye a Jill Scott Heron. Ők úgy nekem a két ilyen aduász, tehát így bármikor, amikor ilyen kicsit ilyen nyomott hangulatom, vagy nem tudom, rákapcsolok és már mindjárt jobban vagyok, pláne ebben a kis napsütésben. Legjobb. Imádom, imádom a Take Care-t. Én mondjuk jobban szeretem az eredetit, ezt már mondtam múlt héten is Pizsunak, de az is nagyon jó, csak annyi, hogy nekem a klip annyira nem passzol össze a zenével. Érdekes, van egy ilyen új koncepció erre, hogy ezek a tudod, ön bevisznek bikát, meg nem tudom, mindenfélt, és akkor robbanás, meg tűz, meg minden. Egyre több ilyet csinálnak most amúgy. Ja, meg a sztárosoknak kíváncsi vagyok, hogy ki a kert majd ugye a barátságról fognak beszélgetni. Érdekes dolgokat mondott nagyon Kriszta az előbb, úgyhogy majd erre is kitérhetünk náluk szerintem. Azon téged mennyire viselt meg a kiesésed? Számítottál rá? Volt egy olyan érzésem így már a hét elején, hogy itt volt ezzel elég könnyen, hogy ott ez egy drámatagozat lesz. Úgyhogy igazából konstatáltam, hogy a Gigi nyilván nagyon erős, és szerintem lehet, hogy Andikával fognak ott ketten állni. Igen, ezt én is így állapítottam meg, így most ugye a hétvége után, hogy ők ketten nagyon. Gigi Balázs! A héten, de egy zenekar, tehát mi ugye... Fiús bandázások? Volt a zenekar, tehát mi ugye a zenekar nagyon jó barátok. Fotósok között, mert ugye alapból fotomániás vagyok. Ja, hát a kulisszek mögé lehet pillantani abszolút. Na, mi újság a Viva Inter? Ezt sejtettük volna. Arra jutottam, hogy az volt a bökkönök. Megírom finnül vagy dánul, de egyiket sem érti szerintem. Csod, hogy műszempillát hogy rakjon fel? Mi a házasra? Vegyen inkább kalácsot! Jó, bro! Ajajajajajaj! Ami nagyon tetszik. Igen, én itt kiszúrtam ezt a rossz kisfiú volt. Itt azért, amikor bevonulgatott Brigi, akkor láttam az arcotokon egy-két.